sem bizonyítja jobban, hogy a királyi család tagjai is csak emberek, mint az eset, ami alaposan megdöbbentette egy dél-londoni kocsma dolgozóit és vendégeit. Először egy, a család szolgálatában álló nő ment be a pubba terepszemlét tartani, aztán, mikor biztonságosnak találta a helyet, Katalin hercegné sétált be kézen fogva Saroltával, és megkérdezte, használhatná-e a kislány a mosdót. Az autóút, amin Katalin hercegnéjék épp utaztak, híres arról, hogy állandóan bedugul. Valószínűleg itt is ez történhetett, a fiatal hercegnő pedig már nem bírta tovább. Az egyik vendég a kocsmából meg is jegyezte, ebből is látszik, hogy ők is csak emberek, ha a gyereküknek menni kell, akkor menni kell. Nem vette mindenki ilyen természetesnek a dolgot, az egyik törzs vendég a Daily Mailnek elmondta, mennyire meglepődött. Ültem a szokásos helyemen, ittam a sörömet, és mikor felnéztem, megláttam Katalint. Mármint Katalin hercegnét, meg a kislányát, Sarolta hercegnőt. Valaki odament a pulthoz, megkérdezte, bejöhetne-e egy kislány a mosdóba, és utána egyszerűen bejöttek, aztán kimentek. Teljesen átlagosnak tűntek, Katalin fogta a gyerek kezét, Sarolta is teljesen olyan volt, mint bármelyik másik kislány. A bár nem kommentálta a nem hivatalos látogatást, de egy járókelő elmondta, hogy két testőr végig a kocsma bejáratánál várta, hogy az anyuka és a kislánya végezzenek. A civil ruhás, női testőr, aki bement feltérképezni a kocsmát, megkért mindenkit, hogy ne készítsenek fotókat, a pub személyzetét pedig arra kérték, ne beszéljenek az esetről.